Tisztelt Fonyódiak, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nem mondanám, hogy ebbe a vészhelyzetbe, mert én változatlanul optimista vagyok, de mégiscsak vészhelyzetként kell megélnünk az egészet. Úgyhogy én remélem, hogy nem lesz beteg senki Fonyód környékén, és a karantént is mindenki betartja, és nem mennek fölöslegesen vásárolni bármilyen helyre, csak hogyha nagyon muszáj. Tehát ezt az emberrel való találkozását kellene leszűkíteni a lehető legszükségesebb dolgokra. Én mindenkinek tudom ajánlani, hogy erősítse az immunrendszerét, amit nagyon nagy adag C-vitaminnal, D-vitaminnal, ezüstkolloidot is ajánlok mindenkinek, mert az ezüstkolloid nem csak a baktériumokat, hanem a vírusokat is megöli, 650 kórokozót tud megölni. Tehát megelőzésnek azt ajánlanám, hogy mindenki egy pohár vízbe tegyen egy evőkanál ezüstkolloidot, mely kapható, bár most eléggé kifosztották az üzleteket. Ezen kívül napi egy kupica aloavérát, és ami most gyönyörű, hát nézek ki az ablakon, egy gyönyörű idő van, süt a nap, ki kell ülni a teraszra, mert részben D-vitamint szedünk fel, ugye azzal, hogy napozunk, másik meg, hogy a vírusok nem szeretik a meleget, tehát azzal is már elpusztítjuk, hogy remélem, hogy melegszik az idő, és akkor azért a vírusok is jobban eltűnnek a környezetünkből, hogy jó úton haladunk. Meg nagyon érdekes, hogy szappannal kell kezet mosni. Nem biztos, hogy mindig ilyen alkoholos fertőtlenítőt kell használni, mert a vírusnak van egy lipid burka, tehát egy ilyen zsírburka, amit nagyon jó felold a szappan. Tehát naponta többször mosunk szappannal kezet, és én szerintem akkor már mindent megtettünk. Ha minél kevesebbet találkozunk embertársainkkal, csak a legszükségesebb találkozásokra kellene korlátozni. Igen, most nem probléma, bárki kiválthatja az a felhőbe feltett gyógyszereket, ugye a Vatikában se szigorúak, hanem vinni kell a tajkártyát, meg a szemigazolványt, és a hozzátartozóknak is odaadják a gyógyszert. Persze, hogyha lehet, akkor inkább a fiatal hozzátartozókat kell küldeni, és ugye óva intik itt a 65 év felettieket, de én szerintem az minden korosztályra érvényes, hogy az immunrendszerünket erősítsük, teljesen mindegy, hogy hány évesek vagyunk. Nyilván veszélyeztetettebb az idősebb korosztály, és aki egyébként is beteg. A Feng Shui Galéria rendezvényei is természetesen szünetelnek, sajnálatos módon. Egyelőre úgy tervezünk, hogy április végéig szünetel minden, úgy a rendezvények, mint a tanfolyamok, és akkor a május még meglátjuk, április végében meglátjuk, hogy a május 16-ai Feng Shui találkozót eltoljuk-e, vagy már meg lehet tartani. Elképzelhető, hogy júniusra tesszük, vagy hát legrosszabb esetben őszre. Egyelőre vállalkozó állásponton vagyunk. Még egyszer kérek mindenkit, hogy maradjon otthon, főleg aki külföldön érkezett haza, vagy a környezetében olyan ember van, aki esetleg külföldön tartózkodott huzamosabb ideig. A karantént vegyük komolyan, mindenki maradjon otthon, meg lehet oldani úgy, hogy nem kell feleslegesen üzletekbe járni, és amit még nem kell felvásárolni mindent. Hát nem egy élete, nem egy világháború van, itt egy-két hónapról van szó. Tehát ezek lelki zavarok, hogy mindent, WC-papírt, meg lisztet, meg cukrot felvásárolnak az emberek évekre. Tehát ez az aggodalom, meg ez a pánikhelyzet, ez egy lelki zavar, ezt kerüljék el és hagyják el.